Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás. Kíváncsi vagyok, hogy mit mutatnak a kártyák. Egy kártya kiesett a kártyacsomagból, és ez azt jelenti, erre a kártyára nincs szükségünk. Itt láthatóak az egerek. Az egerek már eltávolítottak egy kártyát, de még mit fognak eltávolítani? Hiszen a kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak mindent, és akkor az nincs már ott. Tehát az egerek eltávolítanak valamit a következő kártyákból, amit mi most megtekintünk. Itt látható egy úr, és őrzi az aranyérméket. Ezek az aranyérmék utalnak az anyagiakra, de jelentheti a munkát is. Mivel az egerek itt voltak, az lehet, hogy nála eltávolítják az egerek a pénzt, vagy elveszíti a munkáját. Az is lehet, hogy van valaki az ő környezetében, és megpróbálja őt anyagilag kihasználni. Amit az érmék még jelentenek a belső értékek. De mivel az egerek ezt eltávolították, most jelen pillanatban ő nem kapja meg a megbecsülést. Itt szintén az érmékről van szó, tehát az anyagiakról, a munkáról, a belső értékekről. De itt minden olyan hideg és rideg, és itt megvan a félelem, hogy valamit elveszítesz, vagy ő veszít el. Mint mondtam, az is lehet, hogy valaki megpróbálja őt anyagilag kihasználni. Nálad pedig itt vannak a félelmek, hogy elveszíted a munkádat, vagy kevesebb lesz a pénz. De itt azért megvan ez a növény, tehát itt kivirágzik valami. Ez csupán egy átmeneti időszak. Itt látható vagy, és vársz valamire vagy valakire. Légy kicsit türelmes. Ne szaladj el előle, vagy a nehézségek elől, hiszen itt lesz egy javulás, de mindez idő kérdése, tehát légy még kicsit türelmes. Itt látható most a jelen pillanatban, hogy szomorú vagy valami vagy valaki miatt. Itt fáj a fejed, sokat gondolkozol el a jelenen, a jövőn, itt vannak még félelmek, de itt látható a fény, és látható egy kiút. Itt lesz egy kiút ebből a helyzetből, vagy a félelmekből. Javulni fog a helyzet.
Itt láthatóak az egerek, és az egerek eltávolítanak valamit. Itt anyagiakról vagy munkáról van szó, de ez nem téged érint, hanem a lelki társadat. Nálad is megvan a félelem, a bizonytalanság, hogy elveszítesz valamit, vagy valakit. És itt megvannak az elvárások, vársz valamire, vagy valakire, de jelen pillanatban ez a személy még nem jelentkezik, vagy nincs még meg ez az ajánlat, légy kicsit türelmes. Ez eltarthat április hónapig, amíg megvalósul az, amit elképzelsz, amit szeretnél. Nem hagyd el ezeket a félelmeket, bizonytalanságokat, hiszen itt van a fény, itt van a segítség, itt van a kiút. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!